Játékdobozokba csomagolva próbálták a drogokat Hollandiából Magyarországra csempészni. Ez látszik a rendőrség fotóján. A nyomozók még 2020 nyarán fogtak el két férfit. Egyikőjük egy futárszolgálatot vezetett, másikójuk pedig az ő alkalmazottja volt. A sofőr hívta az egyenruhásokat, miután észrevette, hogy az egyik küldeményben amfetamin, kokain és marihuána van. Nem sokkal később még két másik férfit fogtak el. Ők voltak az előző eset értelmi szerzői. A rendőrök Bonyhádon ütöttek rajtuk, miután épp designer drogokat hoztak Magyarországra. Menekülni kezdtek viszont, és egy egyenruhást elsodortak, több járőrautót pádig összetörtek. A négy vádlott most állt bíróság elé. Csak egyikőjük engedte, hogy felvegyük. Ő azt vallotta, hogy az első esethez, vagyis amikor a futárcég munkatársa találta a csomagok között drogokat, semmi köze. Annyit szeretnék elmondani, hogy nekem az első vádponthoz, ahhoz nekem semmi közön nincsen. A második vádpont, amivel vádolnak, azt ugye részben is ismertem az előkészítő tárgyaláson, ugye azt, hogy az országban hoztuk a kábítószert. A férfi a bírónak innentől kezdve egyetlen kérdésére sem akart válaszolni, így meghallgatni sem sikerült. Ettől függetlenül viszont hosszú évekre börtönre ítélhetik. És akkor kérdésekre nem hajlandó válaszolni, akkor foglaljon helyet. Az első és a másodrendű vádlottra 7 és 6 év letöltendő börtönbüntetést kért az ügyész. Az eset miatt valószínűleg még több tárgyalásra is sor kerül majd.